Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét egy 5 milliárdat itt lennénk a negyedik résszel, ha jól tudom. Szóval egy ideje ugye nem volt már videó, mivel a szerver nem volt nyitva, most leültem videózni, és akkor ugye a szerver már elért, aki nem tudná. Szóval nyugodtan lehet feljönni, IP a leírásban, a Silver Club is elérhető. Viszont egy fontos információ, hogy aki július elején vett rangot, vagy a július eleje után vett rangot, ugye igazi pénzért, vagy jogot, azt annak elveszett, szóval annak írnék egy e-mailt, oda kell nekik e-mailt írni, ami ott a leírásban megtalálható, ugye követni kell a utasításokat, és akkor úgy el kell küldeni egy e-mailt. És egy kérdésem is lenne hozzátok, már itt egy külön videóban is ez meg lesz kérdezve, de hogy szerintetek jó lenne, ha lenne egy bánya, úgymond, ez egy normális bánya, ugye, ami mit egy óránként restartolódik, úgymond, és normálisan lehet, úgymond, használni, szóval bányászni lehet benne, és akkor lenne minden értetek, mi egy bánya, szóval szó szerint egy olyan. Na mindegy, igazából ezt majd egy külön videóban elmondom pontosabban, hogy hogy gondoltam legalábbis, de az írhattok valami véleményt alé a komment szekcióba, hogy pontosan szerintetek ez milyen lenne. Na, kezdjük is el a videót, szóval cukornád az, ahogy látom, már kinőtt, ez nem is baj. Viszont én olyan okos voltam, és nagyon jó ezt egymás mellé letakni, akkor nem szóltam. Ekkor nem szóltam. Szóval, nagyon jó, és akkor dinnyet, ops, ezt nem akartam, és akkor dinnyet is szétszedjük. És akkor ezeket már lehet eladni, azt hiszem. Nem tudom, hogy pontosan. Ja, ezeket már lehet eladni, szerintem. Nem tudom, hogy melon az blokk, vagy simán lehet eladni. Ez egy jó kérdés. Na mindegy. Ez micsoda, ez kell ott, ja, meg kell szoknom még igen a textúrát. Mert hát még se vagyok még hozzászokva teljesen. Igazából csak ebben a sorozatban használom ezt a textúrát, szóval amúgy is. Na, itt van búza. Ha jól tudom, ez búza, igen. És akkor most már alakulnak itt a dolgok. Nincs több magom, hát ez tök jó. Na jó, krumpli. Csomi, de hogy még nem nőtt ki. Az igen. Kaktusz az, ahogy látom, már kinőtt, azon nincsen probléma. Viszont ezekkel vigyázni kell. Az igen, ezek a hangok. Na. Fáj, jaj. Jó. Na, kaktusz, hopsz. Oké. És akkor rakjuk le így, na. És majd lesznek live-ok, most hát el akarok live-okat csinálni. Csak lusta voltam így full őszintén, de már tényleg akarok. Na, dagadi. Szóval ugye mi elvesztek a rangok, ezért nekem sincsen meg az ultra rangom, ahogy látjátok. Látom, Redbenének nincsen jobb dolga, mint itt repülgetnie. Mert most hiába igazából írjátok azt, mert ez egy egész, hogy olyan rangosok vagytok. Nem tudjuk odaadni, mert értsétek meg, akkor az élménytelen a több játékosnak, aki ugye nem tudja bizonyítani, hogy most ő ilyen meg olyan rangos volt. Ugye, aki meg eredeti, az igazi pénzért vette meg, azért tudja bizonyítani, hiszen ott az SMS, ott a PayPal, attól függ, hogy mivel vették meg. Na, a házat nem szeretném folytatni ebben a részben, inkább azt majd valamelyik live-ba. Szóval, menjünk vadonba, majdnem banyát írtam, bányászni. Meg kell ugye érsz. Szóval mindenképp oda elmegyünk, itt is vagyunk, ez gyors volt ugye. Itt, ahogy láttam, itt voltak, de nem olyan sokan, szóval itt le is ások. Na, meg gondoltam olyan dolgokat a szerve, hogy lennének újra küldetések, mint annó a Funcrafton. Hogy oda mész egy NPC-hez, és akkor mond, mit tudom én, valamit neked, és akkor azt teljesítened kell. Ugye ez tök azért lenne jó, mert ugye pénzt lehetne farmolni még gyorsabban. És a mob arénát is megcsináljuk jobbra majd, hogy még több pénzt lehessen azzal is szerezni, szóval legyen a pénzed probléma, úgymond. Szóval ott lenne a bánya, ott lenne a faterep, ott lenne nagyon sok hely, ahol tudtok ugye pénzt szerezni. Meg is nézem, hogy a aukcióházban mi található. Ej, hát ez a gyerek ez unatkozott, mit nem mondjak így full őszintén.
Ez a gyereknek. Mondjuk 650 ez nem drága, csak az, hogy nincs annyink. Golden Apple. Ez még megéri. Haj, Rose Red. Ez se rossz mondjuk. Ezért. Szóval 100 000. Ez igen. Annyiért árulják a fejemet. 10 000 egy emerált. Hát... most nekem emerált az nem kell. 100 000 egy gyémát. Hát annyiért meg főleg nem kell. Jézusom. Ennyi, hogy tudnak unatkozni? Mik vannak itt? Mik vannak itt? Hát itt például egy darabot 100 000-ért, ez meg izé... cuccokat árul 100 000-ért, szóval az már talán arra bolintok, hogy 100 000-ért egy gyémán sisak, de az is azért drága. Szóval mégse. Ez például 2000-ért, 64 blokk, ez meg két... nem éri meg. Egyáltalán nem éri meg. Na. Ezek le fognak lassan járni amúgy is. Szóval... ja, 125-en mondjuk, na az komoly ilyenkor még, az elég jó, az nagyon jó, szerintem. Na szóval a Skyblock hamarosan meg lesz nyitva, ez az, és lehet örülni. Ugye OP Skyblock lesz, mint régen, amit szerettetek, szóval direkt azt akarjuk visszahozni, hát ez set home, ja, tag vagyok, nem tudok több set home-ét, akkor, ugye, set home, és akkor pervarfa telep. Kell nekünk egy kicsi fa. Így né. Sőt, legyen az összes. Így, na és akkor per home. Így né. Hát igen, baltával kell gyerekek szenet bányászni. Mostantól én belül bizonyítottam. Így jártam. Na, szóval lehet, hogy ha 42 item, hát az nagyon sok, mint nem mondjak. Általában mindig 100 felett szokott lenni pedig. Ami eléggé durva. Mert ez nem 100 item, hanem 100 szeknyi item, úgymond. Szóval amit én most kidobok ezt meg ezt, ez akkor csak kettőnek számul. Szóval ez nem mit tudom én amennyi, ahány amennyi. Szóval ezt jól elmagyaráztam. Na mindegy, értitek a lényeget. Szóval stackelve még ez a clear log, ugye, hogy hogyan törli az itemeket, mert ha normálisan számolná, akkor nem csak ennyi lenne, 42 például, hanem akkor több ezer. Na, viszont adunk egy bányát, ami ahol már voltak, jó. Hát ez rip. Itt tudja, hogy nincsen már semmi. Lemerem fogadni. Nem így akartam mondjuk, hanem így. Hát, ja, itt szerintem semmi nem lesz, ami mennyi pénzünk van. 56 ezer, hát annyira nem gáz, az jó, az pont jó. Hát ezt szétszették, a szenet azért ezt kiszedem, mert az kell, az nagyon kell. Ez kell nekem. Nem tudom, szeretem a szenet. Főleg, hogy ad pénzt is, ugye. Na. És akkor gyerekek, könnyebben lehet majd pénzt szerezni, szóval nem lesz ez a probléma, hogy nehéz pénzt szerezni, ugye. Sokkal könnyebb lesz. Na, amúgy egyik nap, tudjátok mit találtam? Milyen érdekes dolgot. Hogy a kedves Clonecraft kihirdette azt. Hát ez Firewall Threadben, köszönjük szépen. Szóval, kedves Clonecraft kihirdette az egyik nap, hogy ugye legyen egy combo fly a mesterem cén. És akkor így egyből rögött az egész implicit csapat, ugye, hogy a combo fly, na vajon azt is honnan kopizták, vagy kobizni akarják. Mert ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon a normális combo fly, szóval tényleg mi combo fly, és nem csak olyan néven futó szerver, az ugye az csak az implicitén található. Na, vissza is jöttem, na csak valamit elintéztem. Szóval, akkor, menjünk mondjuk erre tovább. Eltévedtem. Ja, menjünk egyenesen tovább itt. Mert ahogy látom, pár részt itt kihagytak a bányából. Szóval elég sok hely nincsen még felfedezve. De ahogy mondtam, a Mester MC, kedves Mester MC, ugye pontosabban Clonecraft, le akarja kopizni a combo flyt. Szóval igen. Az a vicces ebbe még, hogy ugye a Mester MC-n ugye le van tiltva a korlátlan, nincsen korlátlan ütés, ugye, mint például a sima Minecrafton. Hát nem korlátlan ütés, de le van tiltva elég durván a klikkelés, úgy inkább fogalmazunk így. Ami azért durva, szóval így akarnak combo flight csinálni, hát akkor jó szerencsét, most mit mondjak erre. Ez olyan, mint a full PP-t akarnának csinálni, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval igen,
ezt a témát ezt le akarom zárni, csak gondoltam, mondom, hogy milyen kedves a Mesterem C, milyen kedves, hogy ilyen ennyire törődik velünk. Hogy már nézik, hogy milyen játékok vannak nálunk. De ahogy is Clonecraft-ot, csak azért, hogy más szervekkel jár fel. Úgy kell elképzelni a gyerekeket. Komolyan. Például mesélték azt is, hogy... például azt is mesélték, hogy fogják a nagymester MC-sek felnek Hypixelre, és nézik, hogy mit kell lekopizni. Szó szerint. Igen, a másik gépen valamiért elment a TS, nem tudom miért ment a TS, ezen a gépen ugyanúgy fut minden, na mindegy. Kicsit megijedtem azért, mert hangos volt, na mindegy. Szóval, ahogy mondtam, igazából csak el szerettem volna ezeket mondani, így a videóba, ebbe a videóba, ha már veszek fel videót. Vagy live-ba akartam volna elmondani, szóval tök mindegy, hol, valahol el akartam már mondani. Hogy mi is a véleményem erre, mert azért ez azért gáz, hogy le akarják kopizni. De hát igazából mit csodálkozok, hát minden szervert lekopiztak, ami jelenleg a Mesterem cím a szó szerint, szóval így tudom én, így meg úgy mondják, hogy a Mojanga is tök jóban vannak, szerintem ez csak egy hazugság, de hát nincs rá bizonyíték, hogy nincsenek jóban, szóval én nem mondom azt, hogy ez teljesen hazugság, de szerintem valamennyi hazugság, hiszen alapból miért lennének jobb, amikor szerintem ők voltak az egyetlen Minecraft szerver, ami minden szabályt megsértettek, tényleg, ami létezik. Na inkább azt mondjátok el kommentbe még, meg szerintem meg elmondom, én milyen sorozatokat akarok. Szóval például úgy gondoltam, hogy lenne egy olyan hét, egy szabad hetem, ahol mondjuk egy mappot kivéhetnénk, szóval egy egész mappot, egy túlélő mappot, szóval úgy, hogy naponta lenne live, több órás akár, és tényleg full naponta, és akkor egy héten belül megpróbáljuk azt kivinni, ezt a mappot, tegyük fel, mondjuk, nem tudom, akármilyen mappot, túlélő mappot, ami jó ugye, ami eléggé jó. Viszont kinek kaja, az van, jó. Vagy nem kaja, fákja kellene. Na. És igazából a Silver Clubot ugye most elkezdem megint fejleszteni, mint régen ugye, amikor... És akkor egyfajta akkor jöttek amúgy sok játékos. Szóval most szeretném egy kicsit még jobban feldobni, mert rég volt update. Update-nek ugye mindenki örül, mindenki szeret az update-et. Persze, ha pozitív irányba megy általában, de negatív update-eket is szerették egy csomó játékos, ahol ki lett véve dolgok vagy bármi, mert mondjuk mit tudom én, javította a szervert. De hát, ja, igazából menjünk a piacra és nézzük meg, hogy ezeket mennyire tudjuk eladni. Piacra is akarom fejleszteni, szóval mondom, az egész szervet szeretném fejleszteni. Csak idő kell rá, ugye? Meg hát nekem ugye az a baj, most már annyira nem érek rá. Meg hát lassan kezdődik a suli, ugye megyek én 9-be. Ahogy mondtam az egyik videómban, nekem nehéz lesz a suli. Főleg az első hónapokban. Mert hát mégis 7 év után nem jártam iskolába, magyar iskolába, tegyük hozzá inkább így. Ugye ezért nehéz lesz. Főleg, hogy általában angolul gondolkodok, akármilyen hihetetlen, igaz, nem jó az angol akcentusom, de akkor is úgy gondolkodok, mert megértek, nézek egy filmet, vagy akármit angolul, és megértem normálisan. Beszélni azt szerintem jól tudok, megértenek az angolok, nekem ez a lényeg, de szóval az akcentus engem annyira nem zavar. Skót akcentussal beszélek amúgy is, szóval azért lehet, hogy furcsa, és lehet, hogy helytelenül mondom ki a dolgokat, idézőjelbe, de szerintem nem helytelenül, hanem más akcentusba mondom ki, amit igazából magyaroknak nem ismernek, ugye, hát most hány magyar ismeri annyi skóciát, hogy most tényleg el tudjam mondani, milyen akcentus van, meg mit tudom én, milyen nyelvet beszél, milyen régen például milyen nyelvet beszéltek, meg ilyesmi. Például régen nem angolul beszéltek ugye a Skóciában, aki tudná, hanem egy másik nyelven, ami gálik. Vagy ott ami gélik? Gálik? Nem tudom, pontosan gélik, azt hiszem gélik. Valahogy így van, azt tudom pontosan, hogy hogyan írják meg mindent, nem tudom, hogyan kell kiejteni, mert egy ember szájából nem hallottam, hogy kiejtik. Mindegy, vagy gélik, vagy gálik. Én úgy vagyok vele. Na mindegy, adjuk el még a dolgokat. Dinnye, azt tudti, hogy blokk, ugye?
Az blokk, jó. Ezeket adjuk el. Egy kaktusz volt, hát ez. 8-asával lehet. Nem, el lehet izé így is. Lol, nem is tudtam, hogy el lehet így adni, de komoly. Tulajdonosként ezekkel jövök rá, az de komoly. Szép volt a Rex. Aha, szóval kiszámolja, hogy kb. De komoly, ez nagyon jó. Igen. tulajdonosként. Jó, tulajdonosként most ilyeneket miért próbálnék így őszintén? Mindegy, jön a pénz itt amúgy közben. Na, duplázzuk a pénzt ebbe a részbe viszont, ami közben beszéltem. Ja, na szóval, még mit tudnánk eladni? Igazából semmit nem akarok eladni ezek közül. Szóval mára szerintem ennyi lett volna. Ugye inkább ez egy ilyen beszélgetős videó volt, nem tudom, úgy éreztem, hogy szerintem ennek a résznek így kéne, hogy legyen. Meg amúgy se volt annyira sok ötletem, hogy pontosan mit csinálják ebbe a videóba, de már kellett videó mindenképp, hogy ugye mi történt a implicittel meg ezekkel, ha már Bencétől nem hallottátok, vagy akárkitől. Szóval annyit kérek, hogy nyomjatok egy lájkot a videóra, lassan 6000 feliratkozó, ugye 6000 feliratkozó akarom ezt a hetet, vagy egy túlélő mapot ki fogunk vinni. Nagyon várom a 6000 feliratkozót, ugye... Hát ja, egy ideje már igaz, le vagyunk magad a 5000-nél, de hát nézzétek meg a csatornát, hogy mennyire ki volt, ugye mennyire inaktív volt a csatorna, szóval nagyon inaktív volt. Nem azért, mert szartam rá, hanem azért, mert nem volt időm. Aki tudná, hogy miért, az nézze meg, ugye, aki nem tudná miért, az nézze meg a régi videókat, amiket, ilyen helyzetjelentős videókat, és akkor megtudja, hogy pontosan miért is volt ez. Egyszer azért volt a költözés miatt, aztán meg ugye nulladikbe bekerültem, és nagyon durván kellett tanulnom. De most már, most reménykedek, hogy 9. az nem tudom milyen nehéz lesz. Pár ember azt mondja, hogy könnyű, pár ember azt mondja, hogy nehéz. Meglátjuk, attól függ, hogy milyen lesz a suli, attól függ, hogy mennyi videó lesz, mert azért mégis nekem a tanulás az első. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Majd akkor találkozunk. Ahogy mondtam, nyomjatok egy lájkot, és érjük ezt a 6000 feliratkozót, és akkor megpróbálom valamelyik héten ezt a túlélő mapozás dolgot bevezetni. Na mindegy, sziasztok! So now let them steal your light. Hey, don't let them break your stride.